Már korábban beszámoltunk róla, hogy idén a Jász-Nagykun Szolnok megyei művészeti díjat, melyet dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes festőművész, a karcagi Györfi István általános iskola nyugalmazott rajz és matematika szakos pedagógusa vehette át. Most ő hírstúdiónk vendége. Mai vendégünk dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes művésztanár. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Az augusztus 20-ai ünnepi önkormányzati ülés keretei között vehette át a Jász-Nagykun Szolnok megyei művészeti díjat, amelyhez ezúton is gratulálunk. Köszönöm. Oda kezdjük az elején. Hogyan indult a pályája, hol végezte tanulmányait? 1973-ba kerültem Karcagra a férjemmel, úgyhogy én most már úgy érzem, hogy törzsgyökeres karcagi vagyok, a szomszéd megyéből, Hajdú-Bihar megyéből, mint matematika rajztanár. Akkor kezdtem el tanítani. Nyíregyházán végeztem el a matematika rajszakot, de akkor már volt egy mérnöki diplomám, ez másoddiploma volt. Nagyon jó helyre kerültem, a Calvin 9-es iskolába, mostani Kovács Mihály iskola, sok-sok évig tanítottam ott, majd a Györfi István iskolában, és hát óraadó tanárként az ipariskola, akkor a ipariskola gimnázium. Majd legvégül az utolsó 20 évben, szintén óraadóként a Szent Anna és Sámuel középiskolában. No, de visszatérve a kérdésre, a tanárképző főiskola után lehetőségem volt elvégezni a képzőművészeti főiskolát, gyakorló rajztanárokat is iskoláztak be. Ez egy 3 éves képzés volt. Nagyon jó mestereket fogtam ki, Balogh Jenőt és Bálványos Hubárt, sajnos már egyikőjük sem él. Az akkori irányzatra visszatérve a mesterem azt mondta, hogy ide figyeljen, addig nem állíthat ki, amíg valakit úgy meg nem tud festeni, hogy azt föl is ismerik, és tűz van a szemében. No, én tartottam ehhez magam, sajnos ő már nem érte meg ezt az alkalmat. Sok-sok gyakorlás során jutottam el ahhoz, hogy művészeti díjat kapjak, tehát a szakmában is, a festésben is, mint művész. És azon az úton is, amit karcagért tettem. 2 generációt tanítottam, imádtam tanítani. Amikor eljöttem nyugdíjba, az igazgató megkérdezte, hogy hogy tudnánk visszatartani, de akkor már 65 éves voltam, és mondtam, hogy átadom a helyet az ifjúságnak. Tehát most már a festésnek élek. Milyen érdekes, hogy pedagógusként végzett először, azután ugye végül is rajz tanárból lett festőművész. Ez honnan fért meg ez a két dolog egymás mellett akkoriban? Nem volt semmi különös probléma, mondjuk szabadságot nem kaptam rá, tehát teljesen a saját szabadidőmben végeztem, nem nappali tagozaton, viszont nagyon hosszú nyári táborokkal. Ezt kihívásnak tekintettem, és rájöttem, hogy a tanárképző főiskolán nem tanítottak meg minket festeni. Tehát rajzolni jól tudtam, és úgy gondoltam, hogy itt az alkalom és ideje megtanulni tényleg jól festeni. Annyira sikerült, hogy például a vászorra már elő sem rajzolom a dolgokat, hanem rögtön ecsettel rajzolom föl a témát, amit éppen csinálok. Mondjuk a portrét szeretem a legjobban. Az imént említett, kiemelt tanárokat, mentorokat talán így is lehet mondani. De volt-e példakép, vagy olyan motiváció, ami mindenképpen emellett a hivatás mellett, amiért emellett a hivatás mellett tett el a voksát? Sokan voltak, úgy egyet nem is tudnék talán kiemelni. Talán a nagy elődök közül Csontváry Koszka Tivadar a színei miatt. De több példaképpen volt, mert amikor én komolyan elkezdtem festeni, művésztelepekre jártam, és ott profi művészekkel dolgozhattam együtt, nemzetközi telepeken voltam sokszor, meg hát mai napig járok, és nagyon, tehát úgy lehet igazán fejlődni, ha olyan helyre mész, akik többet tudnak nálad, és odaállsz mögé, és elleszed. És ez másképp nem lehet, ezzel nem lehet elmondani, hogy keverjünk ki egy zöldnek egy árnyalatát, csak ha látod, hogy csinálja. Ez nagyon primitív példa, de ez mindenben így van.
Hogyan alkot? Mi a menete? Mik a fázisok? Hát először is kell inspiráció. Tehát ha valami sokáig foglalkoztat, akkor én azt fejbe megcsinálom. Egy történet, mikor első művésztelepen voltam, valahol lent Tolna megyében, lementünk ott a Holcsió partjára, és hát én rögtön neki kezdtem festeni, a nagy kollégák pedig csak ott járkáltak, nézelődtek, leültek, és egy fél óra alatt megcsinálták a képet. Én ott tanultam meg, hogy először fejben kell megcsinálni egy festményt. Tehát, és ez sikerül. Tehát foglalkoztat egy adott téma napokig, azt én fejben megfestem. Tehát kész van bennem, hogy mit akarok kompozícióban, színekben, és azt szoktam mondani, hogy hát utána már csak meg kell festeni. Tehát ez a menet nálam. Milyen témákban? Mindent kipróbáltam, a csendélettől kezdve, a tájon keresztül, a non-figuratív képeken át. Mindent. Kedvenc vagy, ami igazán az elmúlt évek alatt kimagasló élmény akár egy képpel kapcsolatban, ami örökre példa, örökre megmarad valami miatt? Hát több ilyen van. Például említettem, hogy a Szent Annai Gimnáziumban tanítottam. Ott megfestettem a volt igazgató arcképcsarnokát, hogy nem is tizenvalahány, akik már nem élnek, vagy akik betöltötték a 80 évet. Ez egy nagy kihívás volt és nagy élmény. Vagy amikor ott fölépült az új épület, azt teleraktam festményekkel. Tehát ezek nekem nagyon nagy dolognak tűnnek, ugyanis ezek túl fognak engem élni. És ha az ember már ilyen korban, amikor betöltötte a 60-at, akkor már erre is gondol. Én megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és jó egészséget, és továbbiakban is sok sikert, sok művet kívánok önnek. Köszönöm szépen!